és megkérném Dörr Zoltán, Dajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzatnak elnökét, tartsa meg megnyitó beszédét. Liebe Gäste, liebe Rendekar, es ist wieder so weit. Erstes Juliwochenende, die gemeinsamen Tage kommen. Programme, an denen man teilnehmen kann, Programme, die man zuschauen kann, Programme, an denen man diskutieren kann, Programme, die man bewundern kann, Programme, an denen man sich treffen kann, Programme, an denen man sich unterhalten kann, Programme, an denen man gedenken kann, Programme, an denen man die Hitze im Herzen fühlt. 22. alkalommal tartunk nemzetiségi napot, és ezen belül 11. alkalommal tartjuk az Ajkarendeki Német Nemzetiségi Napokat, ami azt jelenti, hogy háromnapos rendezvényre hívjuk az érdeklődőket, és háromnapos rendezvényt szervezünk az Ajkarendeki Egyesülettel, az Ajkarendeki Német Nemzetiségi Dalkörrel. Ez a három nap, ez miből tevődik össze? Hagyományaink szerint a péntek, a megnyitó napja, az mindig a Művelődési Házban kezdődik. A mai nap Pálkai Péter elballagott 8. osztályos történetét hallhattuk Ajkarendeki német nyelvjárásban, ami az itt jelenlévőknek egy különleges élményt adott. Utána pedig Orosz László történész, a Veritas Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársának az előadását hallhattuk és láthattuk a magyarországi németek identitásválságáról, a két világháború között. Ha már történész, mi ennek a nemzetiségi napnak az apropója? Tehát miért éreztétek fontosnak 22 évvel ezelőtt, hogy ez létrejöjjön, hogy legyen egy ilyen itt Ajkarendeken? Ennek nagyon komplex a válasza. Egyrészt hagyományokat őrzünk, ugyanakkor szeretnénk, hogy a helyi szűkebb, vagy akár bővebb közösség tagjainak legyen egy olyan hétvégéje, amikor a programokon részt vehet, azon szerepelhet, ott találkozhat az ismerőseivel, a barátaival, találkozhat másokkal, akár összeismerkedhet egy produkció nyomán. Tehát szeretnénk, hogyha a mai modern életmódban egy emberi élményekkel teli, a szó ilyen értelmében hagyományőrző, és a régi életmódhoz is hasonló szituációt, helyzetet teremtsünk, ahol ez a komplex élmény megjelenik. Hagyományőrzés, találkozás, szórakozás, mulatás, nevetés, szereplés, tehát mindenki a saját egyéniségét egy kicsit kiélheti, megélheti, megmutathatja másoknak. Tehát ebben érzem komplexnek ezt az Ajkarendeki Német Nemzetiségi Napokat. És elmondhatjuk azt is, hogy minden nap más, hiszen az első nap az a megnyitó napja, az egy ilyen ünnepélyesebb hangulat, második nap a móka és kacagás, a harmadik napon viszont koszorúzás és ünnepi mise várja az ide látogatókat. Így van, a holnapi nap Erdősi Mihály német nemzetiségi foci kupával kezdünk, amivel megemlékezünk Misire, aki a helyi sportpályán nagyon sokszor sportszerűen szívesen játszott csapattársaival, de hát sajnos pont a sportpálya felújítása folytán vesztette életét, és ezt mi nem felejtjük el neki. És utána délután kezdődik 15 órakor az Ajkarendekért Egyesület családi délutánja, ahol lesz veterán autós-motoros felvonulás itt a település részen Ajkarendeken, aikido bemutató, lufi bohóc, baba-mama kuckó, bográcsfőzés, vagy bográcsozás, bográcsfőzőverseny, lángos, kolbász, tehát sok finomság. Este egy színdarabot láthatunk a rendekiskolás gyerekek előadásában, Töltli János és Töltli Erzsébet rendezésében. Tehát nagyon színes szombat délutára számíthatunk, este 9:30-kor pedig Pék Attila és felesége Anita fog zenélni a utcabálon, ami nem utcabál, de sportpálya bálnak hívhatnám, hát a sportpályán az iskola területén fog létrejönni, de hívhatjuk utcabálnak.
ami hajnalig tarthat. Vasárnap reggel 8 órakor az Alkárendekért Egyesület tart egy zenés ébresztő felvonulást. 11 órakor a helyi Szent Márton templomban kezdődik a német nyelvű szentmise. Utána elvonulunk az iskola melletti világháborús emlékműhöz, ahol megemlékezünk az első és második világháború hőseiről, rendeki hőseiről, és az 1948-as előzetésről, ahol amikor is rendekélyeket vittek el Németországba, és délután 16:30-kor kezdődik egy kultúrműsor, ahol magyarországi német dalkörök, tánccsoportok lépnek fel. A helyi Regenbogen német nemzetiségi óvoda táncosai, a Városlődi Pergő Rosmaring táncegyüttes, az Ajkarendekért Egyesület táncosai, a Magyar Polányi Német Nemzetiségi Dalkör, a Kislődi Német Nemzetiségi Dalkör és az Ajkarendeki Német Nemzetiségi Dalkör. Aki pénteken nem tudott itt lenni a megnyitón, az Pákai Péter vidám történetét meghallgathatja, mert úgy érzem, hogy ez egy akkora élményt ad a rendeki nyelvjárás beszélőknek, hogy ezt nem hagyhatjuk ki. Tehát Tomáhánzi, álmai valka, ma, ontabá, én amit rájött új megtudom, fodahodna ám vékákkal, mint én azt népvisz. Venem kényszor, álmai szokta foda. Bújimá, bálc ojli trájván stajk, van az fia tisztán, lazik in vékák áluszi, mint ten száj is stajk vare, állni kell, ten kérda. Itt vár rosszun, hamzik egy augstő, mint hamflájszik koán. Tehát láni, nem hozna ojli vajk simfta, mint túlmá házzal kászun, hat jetsz, ánix vaj. Eiznak lényegunt, hat szem priadán cújtság. Via szép vagy fiatikovár, ha lett az váha, unt a szákők nyoma, unt izin vajkomra. E ad kérni stávan kap, unt hadd ilyen nem stajt leg. Via az fiatikovár, ha te foda, én vika ausziloszni. Na, vojszünk te ányi kanga. E vár hungri, unt izin tumán házaszány stajkanka. Tudod, ha de észünk hinná, mi azt így prijelentész szenka? Száj szó, perc van. Tászt szaktam. Mi vövve te vika lózzel? A mondan tak, a te házalin vika, tuarikán baj, ahogy te maartán jön. Én baj, ez a tika pánus tanul. Ta pán, ott alk van, szenka varázni. Ta hazadhatszám pánuk szak. Vüszlány meg vika káfa. Ta pán, ott namai korác. Elhadna trány majd frak, unta pán, ott trány majd korác. Na, Kujlisz! Van szvépség kafavisz, na ki még maládom egy kő? Tizahám kongra. Te hámoda oly lászta cő. Szányi friadam van, te ez a viám, und hamam védem ausklak. Kám vika! Ká kőd! Te tumahán zin de fria ausstanten, und izin vaj kongra. Vieracan pám hike maiz, volta vika, nima tua. Nagtadacan pámoszom. Ipjom egy kőd kemá! Ta pán adna korác. Ta hazlis vőd van, tatsa haka ánytaud in pán. In pán va a krossz loh, untézva foly, mint kő. Elhadna szoksev, ám koncin szakra, mint kő, afun kina. Naktizás lő, ám kanga, untéz ojlás, a cő. Ava mi a kina tész fői kő, nincs cő, ám szány priadánk szak. Mi a szól egy szám farake, un szány fia egyik szkapa falonga. Szó, hunn ma, tész haufa kő, fatály. Néham ojlász szopvák. A forrá, ha de ojli nájkébe kékénkan, de szac áviszn vőd, vózta tuma házi, mint egy kapelű, igen, nagy konga, mint hattam felszta ányúz. Én tuma házi, forrá, hogy tész vart nyoma, mint a flasmi kár felszta áuszi borfa. Ehhez mit tent az vajt rofá. Szészaj szótás rokát, hiszen vajstunk eszát, ahová ilyen a tiahoz, ha készen cencúzsbi. Ti priadá, ha mit tent tuma házi, szruksi, a házul, ha ti tia, óvák nyoma, elha cúspia, mondtam száj bogölkány. Nagy a védelmi hajszínja. Vie száj kérem tész szenka, amit szakt. Túl, túma, jött ká ányi kérve a hű. Á-á, ha de azt szak. Taka ká mencsány, te hoz ányi, musta mi a kemá, ti tia, áuspia.
und verteilt seinen schwärmlichen Leib, wann von Weinhaus einkehren, Häuser, die er solcher und ausspielen. Beszélgető társam Rajnis Andrea, a Ajka Rendekért Egyesületnek az elnök asszonya. Andrea, mitől nagyszerű ez a kalács? Hát én csak reggel voltam itt, amikor az asszonyok dagasztották, meggyúrták, és hármas és négyes fonat, ez nagyon-nagyon fontos, és két emeletes ez a kalács, de részleteket nagyon nem tudok elmondani, mert tényleg csak így belecsippengettem így képekben, meg jöttem fényképezni, és már föl is tettük a Facebookra, de a kemencének ez az első Ajka Rendek legnagyobb kalácsa, első kalács sütése. És honnan jött ez az ötlet, hogy most sütünk egy kis kalácsot? Hát mivel megszületett a kemencénk, amire már nagyon régóta áhítoztunk, kitaláltuk, hogy akkor megsütjük ebbe az évbe Ajka Rendek, mint már elmondtam, legnagyobb kalácsán, és ehhez segítségül kaptuk, hogy csináltak nekünk két nagy tepsit, és ebbe sült most meg. Én megkóstoltam ezt a kalácsot, ez valami speciális recept alapján készült, nem tudsz róla semmit? Hát meg kellett volna kérdezni az asszonyokat. Nem avattak be, lehet, hogy titkos. Ez a mai rendezvény, ez a hétvégi rendezvénynek a nyitó napja, a nyitó rendezvénye. Milyen programokkal várjátok még az Ajka Rendekre látogatókat, illetve az Ajka Rendekieket? Hagyományosan szombat délelőtt erdősi féle focikupa lesz, aztán délután az Ajka Rendekért Egyesületnek a családi délutánja, ebbe elég sokféle program belefér, ami most újdonság lesz. Elkezdünk egy sálat kötni, és három éven keresztül a német hétvégének a szombatján kötjük ezt a sálat. Be lehetett jelentkezni ilyen negyed órákra, meg fél órákra, ami majd három év múlva a csattanója lesz, hogy kifeszítjük a kerékpárútra, és kihúzzuk a három éven keresztül kötött sálat, és a két végére egy-egy emberlánc, és össze fogjuk fogni Ajka és Ajka Rendek tábláját. Készülünk a 60 éves városra. A hétvégén lesz egy olyan vetélkedőtök, hogy lögd meg a kecskét. Erről lehet valamit tudni? A Beszerdi Krisztiánnak lett az ötlete, és aztán ő rajta keresztül kölcsönzi ki az Egyesület. Leginkább férfiakat várunk, de gyerekek is kipróbálhatják, hogy milyen erősek. Tehát keresitek Ajka Rendek legerősebb emberét? Így van. Aztán még a holnapi napra van ám nagyon sokféle programotok. Mik is ezek? Bogrács versenyet hirdettünk. Aztán jön hozzánk a városlődi Rudi Bohóc a gyerekeknek, meg lesz még arcfestés, illetve egy gyepesi hölgy már itt volt velünk a gyerektáborba is egy napot, korongozni fog a gyerekekkel. Amikor itt volt a hétfői napon a gyerektáborba, akkor a gyerekeket nem lehetett tőle elszakítani, nagyon-nagyon nagy sikere volt neki. Aztán lesz egy aikido bemutató, Major Attila és gyerekcsapata. Utána pedig a Jani bácsit érdemes megkérdezni, mert lesz egy gyerekszínházi előadás is. Aztán 9 órától, este 9 órától pedig a Schwab bál, amit az Attila és az Anita zenél és énekel végig, és ők húzzák a talpalávalót. Illetve lesz egy barátságfánk, amit már megfestettem, és rá lehet írni mindenkinek a nevét. Ez is 3 éves program.